hát ez... Ez mi? Ez egy akvafon. Van pár keresetlen kérdésem hozzád. Állok elébe. A híres városba Kecskemétre utaztam a Leskovszki Hangszermúzeumba, ami fenettébb érdekes, de egyben bizarr hely. Ez a sokszínes állatfigura például nem a nagyi porcelán gyűjteménye, hanem egytől egyik hangszerek. Bár a hangszerek világában tájékozottnak hittem magam, hamar rájöttem, hogy itt jóformán semmi sem az, aminek látszik. Ám de mégis az. Mindenki teljesen egyedi és személyre szabott tárlatvezetést kap. Olyan dolgokat élhet át, amit nem gondolta volna, hogy ő valaha átél. Teljesen új élményei lesznek. Olyan hangszereket tudunk mutatni, amikkel még soha nem találkozott. Vannak persze egészen felismerhető és hagyományos hangszerek is, de azért szép számmal akad olyan, ami magyarázatra szorul. Azt mondtad, hogy ez hangszergyűjtemény, de hát a bringa csengő az hogy jön a képbe? Kérlek szépen, ez egy őszgerinc, egy kerékpárcsengő és egy menetes szár NASA-ból született akusztikai berendezés. Nem ez az egyetlen érdekesség, van itt mindenféle hangkiadására alkalmas tákolmány, műanyagból, bádokból, ankervasból, egészen érdekes formákba öntve. Ez nyilván csak a formatervezésnek a csimboraszója, hogy gyíknak néz ki, de tulajdonképpen ez egy... Behangolt bocsáska. Vagy éppen gyík. Hát érdekes. De eddig nekem egy barkácsboltnak tűnik például erről a fűrészről. Mit tudsz elmondani? Vagy csak fűrészelni szoktál, mint gitárfűrészáru, hegedűfűrészáru? Ezzel lehet fűrészelni is, de sokkal szebb, amikor zenét játszunk vele. Hát ezt demonstrált kérlek. Bő 200 évvel ezelőtt valahol a Fekete-erdő környékén játszottak először éneklő fűrésszel. Ezen nem csak ilyen ijeszgető zenét lehet játszani, hanem Mozartot, Vivaldit, Beethovent is lehet hallani. 1800 hangszer van nálunk körülbelül. Ezek közül szinte mindent meg lehet fogni, ki lehet próbálni, át lehet élni a hangok születését. Igen, nem is találok szavakat, talán csak azt, hogy manzsetta, az meg most nem illik ide. Mi a lópikula ez? Ezek nem lópikulák, hanem madárpikulák. Vannak benne egyébként más állatpikulák is. Bán Marian kerámikus művész, aki az egész föld körül utazott és gyűjtötte a kerámia sípokat, ő adományozta nekünk ezt a gyűjteményt, több mint 300 darabból álló kollekció. A világ minden részéről vannak itt instrumentumok. Az emberiség mindig szeretett állatformákból hangkeltő eszközt készíteni. Itt is van egy egész morbid példája ennek. Igen, ez egy charango, Bolíviából származik, ez egy tatupáncélból készült hangszer. Hát ami még morbidabb példája a tatun túl, ez a teknős páncél. Ez kérlek szépen egy tambura, ami Mohácstól délre, Horvátországból származik. Tatu charango, teknős gitár, a világ legmélyebb hangú okarinája, csupa olyan hangszer, amilyeneket még életemben nem láttam. Hát nem egy hangos hangszer. Nem hangos, nem hangos. Kivéve, hogyha elejtjük, akkor nagyon hangos. Az egész napos sziporkázás után azért jutott időnk egy kicsit együtt is zenélni Áronnal, aki történetesen doromb művész. Ez a hangszer a kezemben, a doromb, a világ egyik legősibb népi hangszere. Nagyon ősi, de egyben nagyon modern hangokat is lehet vele játszani. Igen, ez már majdnem a techno, electro, deep house feeling. Így van, a legkevesebb áramot fogyasztó elektronikus hangszer a doromb. Zseniális. Most csak pár hangszer bemutatására jutott idő, de van itt még számtalan érdekesség. Bizonyosan állíthatom, hogy a zenélés nem unalmas.